üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Ti mit vártok el a Code 4 Remastered Edition-től? Meg fogjátok egyáltalán venni a játékot? Ha megveszitek, miért veszitek meg? Ez a legfontosabb. Miért veszitek meg a Code 4 Remastered, ha meg fogjátok venni. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit írtok. Szeretném tudni, hogy hogy álltok ez a játékhoz, illetve van-e olyan közöttetek, aki még esetleg nem játszott a Kod 4 egy úgy általánosan is most fogja esetleg megismerni. Nos, miközben ezt a gyönyörű Black Ops 3 szamurál játékot így láthatjátok, amely úgy kifejezetten jól sikerült, és egyben úgy gondolom, hogy ez az a dolog, amit itt láthatok most a képernyőn, ami egy kicsit nem illeszkedik bele a Call of Duty-nak a világába. Ez az, ami nekem segített eltávolodni a Call of duty hogy ez lehetségesé vált a kódban. Lehetségesé vált az, hogy egy szamurájkadó, vagy egy első, vagy egy boxkesztyűvel uh, rohangálja pályán, és, és még esélyed is legyen arra, hogy ne elsőnek gyereki uh, azon a bizonyos... Uh, kill listán, és ez valahol egy kicsit elszomorító. Ez az, ami egy kicsit casual létette, tehát mindennapivá tette a Call of duty ugye, mert az egész a pénzről szól, és az, amitől a a COD 4 a leg, legnagyobb, tehát legsikeresebb játékká tette a Call of vagy inkább az activision mint kiadót, hogy a Code 4-ben felelhető kompetitivitás az elveszett már a kódból. Ugye mostanában lezajlott a Call of Duty XP és rengeteg videós rakott fel multiplayer-t, a nagyobb videósok már a single player-rel játszanak, amiről el kell ismerni, hogy szép és jól néz ki. És a, a, rátérve a multiplayer re ugye sokan mondták, hogy, uh, hogy tök ugyanolyan, mint az eredeti, egyetlen egy dolgon borult ki az internet, és az pedig az volt, hogy a jelzés indikátorokat, tudjátok, amikor ami jelzi, hogy, hogy lelőnek, vagy a jutalom kis jelecskék, amik megjelennek ott a képernyő közepén, és a többi a hangok, hogy ezeken változtattak, és már nem a régi uh, dolog. És ugye kitérve a hangokra, úgy gondolom, hogy egy shooterben, de ez lehet, egy ilyen személyes valami, a hangok egy shooterben nagyon fontosak, hogy jó játszunk, hogy átérezzük a játékot, és például ugye egy Desert Eagle-nek más hangja van, mint régen, az nem, nem ugyanaz az élmény már ugye eleve. Most lehet, hogy egy kicsit lehúzós videónak fogjátok érzékelni, hogy Code 4 Remastered megneved, úristen, én meg fogom venni, tehát engem kenyérre kentek azzal, hogy Code 4 Remastered és, és én őszintén mondom, én várom azt a, azt a pesgést, amit régen a Code 4 nyújtott, azt a um, folyamatot, amit régen éreztem, amikor játszottam ezzel a játékkal, és, és ez nagyszerű volt, és valahol ezt várom tőle, és az Activision iszonyatosan jól nyélbeütötte azt, hogy ezt, ezt belevittem, mert azt hiszem mindannyian tisztában, vagyunk közül, hogy a Code 4 Remaster fogja vinni az Infinite Warfare e, játékot, és annyira trükkösek voltak ráadásul ott a cégnél, hogy a kettőt úgy egybe rakták, hogy nem is lehet egyiket, vagy másikat eladni a, a, a másiknél, tehát egybe rakták, egy CD kulcson lesznek, nem lehet például, hogyha neked csak a kod 4 kell, nem adhatod el az Infinite Warfare-t, ugyan magával a CD kulcsot, hanem egybe kell menjen a kettő, mert tisztában vannak vele, hogy játékosok mindenki a kod 4 remaster-re fog hajtani, és itt elébe fogja arni gyakorlatilag a, az Infinite Warfare-t. Nos, azért akár mennyire is kívánja a szívünk, hogy a régi kod legyen, egy-két dologra azért oda kell figyelni, és fel kell készülni lelkiekben arra, hogy nem ugyanaz a kod lesz, mint a régi. Mégsem ugyanaz. Hiába ugyanaz a sebzés, hiába ugyanaz a környezet, mégsem ugyanaz lesz. Az első dolog, amire ö, gondolnunk kell, az, az a grafikai update maga. Ö, hogy ez sokkal intenzívebb lesz a videókártyának és a processzoroknak. Szóval megesett, hogy most van egy 4-et 125 FPS-sel de ez csak 70-nel fog futni, vagy 60-nal fog futni. Én magam is reménykedem, ugye, hogy most nincs a nagy gép, csak a laptop, a gamer laptop, hogy úgy fog futni ez a kód 4, hogy érdemes legyen vele úgy foglalkozni videók és a többi, mert azt nagyon szeretném. De egyrészt erre fel kell a lelkék, hogy a grafikai update miatt nem fog úgy futni ez a játék, ahogy régen futott. És a másik dolog, és egyben úgy gondolom, hogy a leglényegesebb dolog abban, hogy a frusztrációnk emelkedjen a játék közben, és egyrészt egy, nem tudom, a szólok, hogy erre, erre, is gondoljatok, hogy ez, ez lesz, hogy nem, lesz, nem lesznek dedikált szerverek, mint régen voltak. A dedikált szerverek nagyon jók voltak, mert a, a válasz időt alacsonyan tartották, ugye a ping alacsonyan tartották, és minden sokkal... Öm, gyorsabb válaszidővel idővel bírt, beadták a fegyverek, ugye a szerverek szabályozták, hogy milyen pinged legyen, ha túl magas volt a pinged, akkor nem engedtek játszani, kikikkeltek ugye a szerverről is, és alacsonyan tartottak minden válasz, és, és ez a ját, ez volt az, nem csak a maga a környezet, ez is hozzájárult ahhoz, hogy sikerélmény legyen ugye a kodban is most, hogy nem lesznek dedikált szerverek, hanem ott állsz a sorba és várhatóan rácsatlakozzanak, vagy te csatlakozol másra, nagyban fog eldőlni az, az a tagnak az internet akire csatlakozol és a fegyver sebzésed is bizony nagyban fog ettől függni. Szóval gyakorlatilag a modern Call of duty az egyik legnagyobb hátránya, hiába jó játék, hiába hogyha az internet határozza meg azt, hogy hova csatlakoz. Ugye az Advanced Warfare esetében öm, ki lett számolt, tehát annó még Drifter ki derítette, hogy léteznek szerverek is. Tehát nem csak az van, hogy valakinek rácsatlakoz, akinek megfelel az internetje erre, hanem néha van úgy, hogy szerverre is csatlakozol. De ez nagyban függött a interneted minőségétől, illetve attól, hogy konzolos vagy-e vagy sem, mert ö, ha minden igaz, ez csak konzolon volt. Na most, a PC-n játszol, nem, ez se biztos, hogy egyáltalán lesznek ilyen szerverek, de majdnem biztos ugye, hogy valaki másra fog rácsatolni, és ez nagyban be fogja folyásolni azt a játékot, amit te régen szerettél, vagy nem. Nos, srácok, nem tudom, mit gondoltok róla, én nagyon várom a Code AdWords, valószínűleg meg is fogom venni, Öm, ti hogy látjátok? Tényleg meg fogjátok venni? Fogtok vele játszani? Ki fogjátok próbálni? Vagy úgy gondoljátok, hogy ez már az ultimate pénzlehúzás az Activision részéről, és, és már nem tudják hova tolni ezt a Code, uh, Call of Duty dolgot, hogy még egy kis pénzt legomboljanak rólunk, és, és ezzel így szerintem nyelbe ütötték. Mit gondol, mi, mi lesz a jövőbéli terv? az Activisionnek. Mi, mi lesz az a trükk, amivel megint kicsalja az emberek pénzéből e, a, a pénzt? Azt hiszem, ez már az ilyen ultimate oda volt, hogy, hogy a kod négyet e, visszahozták. Egy ilyen nagyon ilyen e, sunyi húzás volt, azt hiszem, attól, hogy eladjanak egy olyan játékot, ami kudarcra ítéltetett. Gondolok itt az Infinite Warfare-re, mert valóban senki nem e, venné már meg. Nos, köszönöm a Figyelmet! Sziasztok!